A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A közösség építésé volt a főszerep a szekszárdi Decsihegyen. Női ruha a 19. századból, textilipari műremek a március havi hónap műtárgya. Ifjú Tolna megyei zongoristák találkozója Szekszárdon. A családi egység fontossága. Viláv Tolna névvel rendezett családi napot a Decsi Szőlőhegyen a Tolna megyei önkormányzat szombaton. Az egésznapos programokkal az volt a szervezők célja, hogy erősítsék a helyi közösségeket, a négy állomásos kezdeményezésnek ez volt a befejező része. Egésznapos családi programokkal várta a Tolna megyei önkormányzat a szekszárdiakat és a környéken élőket. Legtöbben Szekszárdról és környékéről érkeztek, és mivel az időjárás is kedvezett a szabadtéri programoknak, minden adott volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Nagyon jó, kellemes családias hangulat, felnőttek, gyerekek mindannyian megtalálják a maguknak való programot. A Víláv Tolnát négy helyszínen rendezték meg. Dunaföldváron, Pakson, Faddomboriban és a Szekszárd melletti helyszínen. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, már évekkel ezelőtt elkezdtek azon dolgozni, hogy a fejlesztések mellett a helyi közösségek megerősítését is segíteni tudják. Például a helyi értékek felkarolásán keresztül. Ebben nagyon jó partnereket találtunk munkatársainkba, településvezetőkbe, és azt vettük észre, hogy az emberek is rendkívüli módon igénylik ezt a dolgot. Megszerették, és nagyon komoly közösségek jöttek létre, versenyeznek egymással, mit találnak, és most már körülbelül 450-470 értéket gyűjtöttünk megyeszerte össze, és olyanokat, hogy megmondom őszintén önöknek, hogy az ember eltátja a száját, és megvakarja a fejét, hogy Tolna megyébe ez, és mondják akkor, hát igen, menjek el, nézzem meg, és tényleg megnézem, és úristen, hát igen, tényleg itt van. Nagyon kell ezekre vigyázni, mert ezek vagy múltba gyökerező értékek, vagy az emberi lelkekbe, mert emberek hordozzák ezeket az értékeket. Ennek próbáltunk az élére állni, vagy legalábbis csatlakozni hozzá, és ezért keressük a lehetőséget arra, hogy mindig erősítsük ezt a tudatot az emberekbe, a településekbe, és ezért álltunk az élére, és ezért próbálunk folyamatosan akciózni ez ügyben. Fehérvári Tamás szerint fontos, hogy az infrastruktúrális beruházások mellett, amikhez például szintén a megyei önkormányzat által irányított toprendszer teremtett forrást, a helyi közösségeket építő ötletek is teret kapjanak egy-egy régió fejlesztési koncepciójában. Mondok egy konkrét példát. Körülbelül 6 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a programot, én is úgy szkeptikus voltam, és mondtam a kollégáknak, hogy á, gyerekek, ez nem fog itt Magyarországon menni, meg így. Szelén elindultunk. Az első hónapokban ugye, akiket fölkerestünk, azok jöttek és elmondták, hogy ők mit gondolnak erről, be tudtunk mutatni egy-két dolgot, tudtunk műsort hozzá szervezni, támogatni egyéb, stb. Aztán egy idő után azt vettük észre, hogy már nem csak ők fogadnak bennünket, hanem a szomszéd település küldöttei képviselői is ott vannak, akik két hét múlva meg fölhívnak bennünket, hogy hát ők is megalakítanák ám a helyi csoportot, és hogy menjünk ám oda is, mert nézzük meg, hogy ők is miket tudnak. Például kulináris dolgokban. Hát ugye a magyar ember nagyon szeret vendéglátást biztosítani másoknak, és jól is főz. Tehát ebbe azóta nem tudunk betelni, és egyre több ilyen fantasztikusabbnál fantasztikusabb receptet találunk, de ez kulturális értékekre, épített környezetre, természeti kincsekre, de egészen elképesztő történetek is vannak ebben 450-470 értéktári dolgunkban. És azt gondolom, hogy az igazi érték mindig a szívekben van. A Tolna megyei törekvések pedig országosan is egyre nagyobb figyelmet kapnak. Egyre több helyen ismerik fel, hogy a helyi közösségek nélkül mit sem érnek a például felújított játszóterek. Több megye,
fölkarolta ezt a dolgot, és most már elmondhatom, hogy a 19 megyének bőven több, mint a fele részt vesz ebben a munkában, és mondjuk ha a megyéket nézzük, mondjuk Tolna megyét, a településeknek 65-70%-a már részt vesz. Akár eseti alkalommal, de vannak, akik rendszeresen és folyamatosan egész évben végzik ezt a munkát, és építik magukat, építik a környezetet, és közösségben élnek. Fehérvári Tamás azt is mondja, hogy a következő ciklusban ne csak a fejlesztések, hanem a hasonló közösségépítő programok is folytatódjanak. Női ruha a 19. századból. Ezen a néven díszeleget csodálatos színekben pompázó, különleges formavilágot nyújtó textilipari műremek a Vosinszky-Mór megyei múzeum ódonkövekkel tarkított folyosóján. Ez a március havi hónap műtárgya. A ruha könnyű, vékony, félsejemszövete élénk színű, nyomott mintával díszített. Az anyagon a natúr alapú színes virágfűzérsáv váltakozik, barna, okkersárga, mozaikszerű háttéren hajlított csúcsú könycsepp mintával. A ruha felső része testhez simuló, bélelt, nyakkivágása erről kissé V alakú. Dereka szűkítőkkel karcsúsított. Az ujjai felül szűkek, majd könyöktől törcsi alakban bővülnek, úgynevezett pagodafazonúak. Az ujjak alját feltehetően utólag széles barna bársonypaszpollal díszítették. A felső rész a sűrűn ráncolt szoknyával egybeöltött. A szoknya résznek nincs bélése, alsó szoknyával viselték. A ruha minden része kézzel varrott. Azért is különleges számunkra, egyébként a múzeum gyűjteményében nagyon szép 19. századi férfi viseleteket találunk a Kisváros a századfordulón kiállításunkon, ezek nagyjából láthatók is. Női ruha viszont nagyon kevés van. Tulajdonképpen a Perczel családtól származó egy másik ruhadarab, illetve két másik 19. századi női ruha van a gyűjteményünkben, tehát ezért is a gyűjtemény szempontjából is érdekes. A Perczel család az egyik legjelentősebb Tolna megyei közébirtokos nemesi família volt. A nemzetség a 18. század közepén telepedett le a megyében, és a 19. században is megőrizte jelentős közéleti szerepét, országos és megyei szinten egyaránt. A család női tagjairól kevesebbet tudunk, ismerjük az anyakönyvi adatokat, néhány arcképet és fotográfiát, de az élettörténetüket, életmódjukat kevés forrás vagy emlék örökíti meg. Ez a ruha egy nagyon könnyű szövetből készült, tehát a mintáján túl a maga a szövet is érdekes, egy félsejem szövet, a láncfonalak sejemből vannak, a vetülékfonalak gyapjúból, és azt is, tehát hogy a finomságát mutatja, hogy egy centiméteren belül 34 láncfonal van, tehát a függőleges sejem szál az ilyen sűrű, tehát egy nagyon könnyű viselet lehetett. Korunkra a Magyarországon fennmaradt 19. századi női viseletek döntőbb többsége díszruha vagy elegáns utcai viselet. A mindennapi használatra szánt otthoni ruha kevésbé számított megőrzendő értéknek, így nagyon kevés maradt fent. A korabeli divatképek is ritkán mutattak be otthoni használatra szánt ruhát. A házi ruhát, vagyis az angol terminológiát használva a délutáni ruhát otthon, családi körben hordták, de ebben az öltözetben már férfi látogatót is fogadhattak. Ez a női házi ruha tulajdonképpen egy nemes asszony vagy leány magánéletébe enged bepillantást. Természetesen nem, ugye nemes kisasszonyok nem feltétlenül mosogattak vagy takarítottak ebben a ruhában. Ez egy olyan délutáni jellegű ruha, amiben mondjuk már társaságot is lehetett fogadni. Minden esetre, tehát maga a szövet, a mintakincs nagyon különleges, ez a csavart könycsepp alakú minta a keleti kasmír sálakról indul el Európába, tehát azok behozatalával jut Európába, és nagyon népszerű lesz. Ennek különböző elnevezései is vannak. Ugye a kezdetekben ez egy nagyon drága, a kasmír sálak egy nagyon drága mulatság volt, tehát csak a leggazdagabb rétegek vásárolhatták meg, de olyan népszerű volt a minta, hogy az végül is a nyomott szöveteken is elterjedt, tehát amikor már nem szövött, hanem nyomott mintával készítették ezt a mintát. Az egyik elnevezése egy angol városról származik, a
a Paisley nevezetű városról, ahol egy nagy szövőgyár volt, és ilyen nyomott mintás anyagokat készítettek. A 19. század közepén a hengernyomott anyagokon is megjelent, ezáltal hozzáférhetővé vált ez az egzotikus mintakincs a kevésbé tehetős rétegek számára is. Tehát ezek a különlegességek, tehát hogy van egy divattörténeti vonala, a szabás mintájában még egy különlegességet tartalmaz, ami szintén a gyűjteményeinkbe, vagy az országos gyűjteményekbe is viszonylag kevés számú van, ez a pagoda szabású ujja, vagy ilyen tölcsér alakot látunk, és ennek a divattörténeti elnevezése az, hogy pagoda új, tehát hogy ebben is különleges. Több átalakításon esett át a ruha, tehát ugye a kiállítás apropója az volt, hogy a tavalyi évben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudtuk restaurálni ezt az egyébként nagyon-nagyon rossz állapotban lévő ruhát. Ugye ezt a finom szövetet nagyon szerették a molyok, viszonylag könnyen szakadt, és hát az évszázadok nagyon, vagy hát az a évtizedek közel, ugye közel több mint egy évszázad megviselte, több toldás, átalakítás volt rajta. Ezt a restaurátor szépen végig tudta követni. Még az is érdemes elmondani, hogy ez nagyon karcsú derékra készült, tehát az egész egy, jó, hát mondjuk a bevételekkel együtt számítjuk, tehát a több átalakításon, de egy nagyon karcsú derékra készült. Viszont ehhez képest a szoknya 4,2 méter széles, tehát egy nagyon ráncolt szoknyáról van szó. Mór Anikó textilrestaurátor heroikus munkája, azt kell mondanom, mert tényleg nagyon rossz állapotban volt. És tehát az nagy öröm, hogy megmenthető volt, és így most kiáll, a nagy közönség is láthatja. Ez a házi viselet mintája és szabása miatt magyarországi viszonylatban ritkaságnak számít. Nem csak egy 19. század közepi vidéki nemesasszony ízlésvilágát tükrözi, hanem egy európai divatrendet is. Ifjú tehetséges zongoristák adtak randevút egymásnak Szekszárdon. A találkozó célja a jövő tehetségeinek felkutatása mellett az, hogy fellépési lehetőséget biztosítsanak a jövő muzsikusai vagy zeneértő közönsége számára. Az, hogy végül kiből válik zenész ennyi időskorban nem megmondható, de a fellépések olyan plusz motivációval bírnak, amelyek mindenképpen lökést adnak a tanulók fejlődésében. A megyében működő zeneiskolák minden esztendőben, van, hogy több alkalommal is megteremtik a lehetőségét a legjobbaknak arra, hogy ne csak vizsgakoncerteken bizonyítsák tehetségüket. Ezek a bemutatkozások motivációt jelentenek a gyerekek számára, számolnak be róla a pedagógusok, hiszen a várható megmérettetés hírére az esetlegesen lankadó gyakorlási kedvtüze újraélet bennük, és ez minden kétséget kizáróan jót tesz a fejlődésüknek. A jövő zeneértő közönségét, vagy jobb esetben a szakmai utánpótlást képzők pedig egy-egy ilyen alkalommal megoszthatják egymással tapasztalataikat, és figyelhetik azokat, akikről kiderül, a tehetségük alkalmassá teszi őket erre a pályára. Ugye ez már nem is tudom, a 15 vagy 16. Tolnamegyei zongoraverseny, és nem történt olyan, hogy jelentkezés hiányában elmaradt volna, mert itt a megye zongoratanárai, növendékei olyan szoros kapcsolatot ápolnak egymással, hogy már nagyon várják. Már ennek a végén nagyon fogják azt várni, hogy mikor lesz a következő. Szükségük van arra, hogy egy kicsit megosszák a szakmai tapasztalataikat, és a gyerekek is találkozzanak. Vannak itt olyan nagyobb gyerekek, akik majd ugye délután kerülnek sorra, akik már kicsiként találkoztak itt ezen a zongoraversenyen. Igazából nem is verseny, főleg nem most, hogy ugye két év bezártság után rendezzük meg. Igazából ez egy találkozó, és mi szeretjük azt, hogy tényleg itt csak bemutassák, ne féljenek. És ez azért jó, ez a megyei verseny, mert ugye azért egy országos versenyre nem jut el minden gyerek. Ott selejtező van, második forduló, ott nagyon kevés az a gyerek, aki oda bejut. Itt viszont ugye talán az is, aki kiskorban
nem olyan kimagaslóan tehetség, de megmutatkozik, és gyerekeknél minden előfordulhat, lehet, hogy 2 év múlva, vagy 3 év múlva azt mondja, hogy a zenei pályát fogja választani. Itt kipróbálta magát, és lehet, hogy ez ad egy olyan inspirációt neki, hogy aztán neki kell gyakorolni még többet, és lehet, hogy zenész lesz belőle. Ma, amikor az emberi kapcsolatok nagyobb része az online térben történik, nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akiknek érdeklődési köre megegyezik, személyes kapcsolatokat építsenek egymással. Eckhardt Gábor Liszt Ferenc díjas zongoraművész a zsűri elnöke azt emelte ki, nem a versengés a legfőbb cél. Bár a motiváció egészen biztosan jelen van, sokkal inkább az, hogy egy-egy pozitív élmény társul a zenéhez, amely a gyerekekben megteremti a kötődést a muzsikához és a muzsikáláshoz. Egy olyan plusz dolog társul a zenéléshez, ami aztán mindenki számára pozitív emlékként marad meg az életben. Még az is, aki esetleg nem a legjobbak közé tartozott, az is úgy élheti meg ezt, hogy érdemes volt idejönnöm, mert én kiemelkedek a többiek közül. És egy nagyon fontos mondat lenne, én mindig megkérem a növendékemet, hogy képzeljék el, hogy kimenek az utcára, és megkérdezik az összes szembejövő ember, hogy tud-e zongorázni, vagy tud-e más hangszerre játszani. Egyszerre csak elkezd nőni az önbecslése, hiszen az emberek 99%-a azt mondja, nem. Hát ez is egy óriási emelés. És a másik oldal a motiváció. Dolgozunk, szeretjük a zenét, szeretjük a tanárt, szeretjük a zeneiskolát, de valami célt ki kell tűzni. Néhány embernek az a célja, hogy a pályára kerüljön, de a legtöbb, akik ugye szeretetből amatőrként végzik ezt a szakmát, nekik is kell valamiféle célt kitűzni, hiszen akkor működik a munka, akkor eredményes. Ezek a találkozók kiváló lehetőségek arra, hogy a gyerekek olyan plusz energiákat kapjanak a munka felkészülése során, ami a későbbi életükbe is konvertálható, magyarán mondva, azt, hogy megtanulják, hogy hogy lehet plusz erőfeszítéssel sikert elérni, ez az élet bármely más területére is átvihető. Az persze kérdés, kiderül-e ennyi idős korban, kiből lesz majd zenebarát és kiből zongoraművész? Nyilván az érzékelhető, hogy egy növendék hogy áll a zenéhez, hogy mennyire azonosul azzal a karakterrel, hogy mennyire fontos számára a muzsikálás, és mennyire éli át azt a darabot, amit éppen tanul, vagy amit előad. Ezt előre megmondani nagyon nehéz. Ugye ennek ez egy nagyon összetett kérdés, és sok minden szükségeltetik hozzá. Nem mindegy, hogy milyen a környezet, milyen a tanulmányoknak a felépítése, vagy egyáltalán a gyermek mit szeretne, hogy a mai világban miből tud megélni. Az nagyon fontos, hogy aki a hivatást választja, az elkötelezetten nagyon szeresse, amit csinál. Tehát az elhivatás, az elhivatottság az nagyon fontos. Anélkül ez a pálya nem működik. Mint ahogy semmelyik másikban sem, tegyük hozzá. És persze azzal sincs semmi baj, ha a mai zongorista tanuló nem a pódiumon éli le az életét, hanem, és tegyük idézőjelbe a csakot, értő zenebarát lesz belőle, és nevelheti később saját gyerekeit ugyanerre. A zenetanulásnak ez az igazi célja. A többi ráadás. Thank you.
család a társadalom öröme. Ezzel a címmel hallgathattak meg előadást azok, akik ellátogattak a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központba. A téma a család fontossága a mindennapokban, az idősebb generáció szerepe a fiatalok életében. Az előadáson Bíró László püspök beszélt arról, hogy mennyire fontos a hagyományos családmodell megőrzése, a nagyszülőktől megörökölt szokások, hagyományok életben tartása és tovább örökítése. A Család a társadalom öröme címmel tartott előadást Bíró László püspök szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A téma aktuális, hiszen napjainkban egyre jobban megfigyelhető a hagyományos családmodell átalakulása. A hagyományos családmodell szerint a család a legkisebb társadalmi egység, anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. A család szó az együtt élő felnőttek és gyerekek képét idézi. Bíró László ennek a modellnek a fontosságára hívta fel a figyelmet, sőt arra is kitért, hogy meghatározó alapja lehet ennek az egységnek a nagyszülők jelenléte is. Régen több generáció élt együtt, átöröklöttek a hagyományok, a szokások, manapság már ez is kiveszőben van. Mindenképpen a nemzedékek közötti kapcsolatnak az elvesztését hibáztatom. Tehát amit mondottam az előadásban is, hogy az nagyszülő az nem csak arra való, hogy gyerek megőrző legyen, meg hogy támogassa az ifjú fiatal házaspárt, az nagyon jó, hogy megteszi, hanem arra is, hogy tovább adja a családnak az emlékeit, hogy őrizze a család. Tehát a nemzeti tudat, a családi tudat, a vallási tudatotnak a továbbadása. Ebbe azért gyengék vagyunk, én azt gondolom. Tehát mi mindig nem látjuk eléggé, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek gyökereink, vagy törekszünk rá, vagy nem lehet kitalálni. Szóval én mondom, a felszínen szépnek látok, sok szépet látok, csak azt szeretném, hogyha a nagyszülő nemzedék továbbadná azokat az értékeket, amelyeket az ő nagyszüleitől kapott. Én azt gondolom, hogy egy cseperedő gyerekkel kimegyünk a temetőbe, elmegyünk az őseink sírjához, és beszélünk arról, hogy kinyusszik ezen sírhant alatt. Az nagyon nagy ajándék. Nagyon nagy ajándék. Tehát sok-sok lehetőség van, amikor beszélhetünk a múltunkról, és én nagyon-nagyon, amit előadásban is hangsúlyoznám azt, hogy nem szabad, hogy elveszítsük a saját gyökereinket, mert ha elveszítjük, akkor a gyerek minden irányba befolyásolható, megvezethető lesz. És én ezt látom a veszélynek. Bíró László azt is hozzátette, hogy a mai fiatalok azért is vannak nehéz helyzetben, mert egyre kevesebb a hiteles, igazi értékeken alapuló családmodell, amiből példát meríthetnének. Nagyon nehéz a mintanélküli házasságok, hát rengeteg házasságot hallgathatok meg minden nap. Nagyon nehéz azoknak a házaspárnak, nincsen mintájuk. De azért számukra is az ott a lehetőség, hogy vannak házas csoportok, házas mozgalmak, ahol becsatlakozhatnak, és akkor egy következetes értékrend mentén tudnak élni, ha nyitottak e felé. Tehát én nagyon azt gondolom, van egy kis ilyen háborús példám, amit sokszor elmondtam életemben, a Piavéná történt, az monarchia serege legyőzte az olaszokat. Olaszok menekülésre voltak kényszerítve, és menekülés közben átvárták a Piavé gátját. És a monarchia seregének a parancsnoka fölismerte a helyzetet, és elordította magát. Napi parancs, fogjátok meg egymás kezét. Hogy a Piavé vize ömlött az átvágott gáton, de csak egy pár pillanatot lefolyt. Ha nem fogják egymás kezét, akkor egyenként mind elpusztul. És így ez a történet arról szól, hogy egyetlen katona se veszett el, mert fogták egymás kezét. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy akik mintanélkül, értékrend nélkül hányódtak gyerekkorukba, azok merjenek olyan csoportokhoz társulni, ahol van egy szilárd értékrend.
és ők már nem egy értéktelenséget örökítenek tovább, hanem egy értékrendet. A mai világból hiányzik az egymás irányában történő kommunikáció. Jó indulattal, segítőkészséggel fordulni embertársaink felé, figyelni egymásra, segítőkezet nyújtani azoknak, akik erre rászorulnak. Ahogyan a család, ugye a személyesség őre a társadalomban, hogy ne legyen elszemélytelenedett a társadalom, ugyanígy a közösségek is az elszemélytelenedéstől szeretnek megóvni embereket, és az egész társadalom szenved a személytelenségtől. Tehát nem vesz észre senki. Ez egy nagy-nagy nyomorúságunk. Mind a kettő félnek tennie kell. Aki alkot ilyen értékrendet képviselő csoportokat, azoknak is, de azoknak is keresni kell, akik fölismerték már azt, hogy egy értékrend nélküli világot örököltek onnan hazulról, és tengenek jobbra-balra. Nem az ember a rossz, hanem semmi segítséget nem kapott az életbe. Ahhoz, hogy tudjon egy szilárd értékrend mellett dönteni. Bíró László zárószóként azt is hozzátette. Ahhoz, hogy a családodat megjavítsd, először javítsd meg magadat. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!